Itt ül a stúdióban az újabb vendégünk, Orbán Gabi, az ifjú triál titánunk. Köszöntöm én őt itt. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Gabi, Attilával arra lennénk kíváncsiak, hogy hol indult a te triálos pályafutásod? Mindig triálosan nyomtad, vagy voltál például már hegybiciklis is? Hát igazából nekem ez a biciklizés ez kiskoromba kezdődött. Azt mondják, hogy szinte hamarabb mentem három kerek a biciklivel, mint két lábon, és a házba mentem egész nap körbe, aztán amit még érdekes tudni, hogy egészen 5-5 és fél éves koromig nem tudtam menni pótkerekek nélkül, tehát két keréken addig nem tudtam menni. Aztán édesapám egy nap azt mondta, hogy vagy leszedjük ezeket a pótkerekeket, vagy eladja a biciklit, és már délutánra már egy kerekeztem. De megpróbáltam mindenfajta biciklizést, voltam már CC-s, ugye cross country is, ilyen erdőbe kell hajtani, meg ugrattam is, ilyen duálba vettem részt, és még most is szeretek más biciklivel is, szóval normális biciklivel biciklizni, de ez a triál az igazából egy szennyűnapokkor jött, mikor voltam egy bemutatón, egy csikis rác triálozott, ugye akkoriban nem olyan szinten volt, mint most, de úgy megtetszett ez az egész, hazamentem, leszereltem az ülést, leszereltem a sárvédőt, leszereltem a csomagtartót, és akkor elkezdtem pattogni. Mesélted a biciklizési kezdeteket kezdettől kezdetig. Én azt kérdezném meg, hogy ez a profi pályafutásod mikor kezdődött pontosan? Hát én 2007-ben lettem először országos bajnok, és úgy körülbelül azután kezdtem így nagyon kacsingatni arra, hogy akkor ugye menjünk rá a szponzorokra, minél több versenyre jussak el. Én a triálos karrieremet azt olyan 2003-2004-re tekintem, amikor is legelőször volt egy speciális triál biciklim, és akkor úgy évente egy-két versenyre el tudtam jutni, azóta ez persze fejlődött. Melyek azok az állomások, amelyek szerint azok a legnagyobb sikereid, miket tartasz a legnagyobb eredményeidnek? Hát 2007-ben, mint már említettem, országos bajnok lettem junior kategóriába. Akkor voltam én pont 18 éves, és megengedték, hogy egyúttal az elitbe is elinduljak, és ott negyedik lettem, tehát egy évben lettem két kategóriában elég jó helyzet. Utána Romániából picit visszább ment ez a triál, nem volt sajnos országos bajnokság. 2011-ben volt egy balatoni ilyen UCI Európa Kupa futamot, értem el harmadik helyet, ami eddig Romániának a legjobb eredménye. Tavaly voltunk ugye világbajnokságon Ausztriába, én ott 26-dik lettem, olyan 56 induló közül, ami megint egy elég jó eredménynek számít, hiszen ez volt Románia első világbajnokságon való részvétele ebben a sportágban, és idén viszont 20-as kategóriában, ugye az a kisebb kerekű bicikli, ott lettem országos bajnok, és harmadik lettem a 26-os biciklivel. Úgyhogy ezek a legnagyobb eredmények. Hát, már kijelenthetem, hogy gratulálunk neked. Mi a jövőbeli terveid, célkitűzéseid? Hát én mindenféleképpen szeretnék a nagy versenyeken indulni, tehát Európa Kupa futamokon, világbajnokság, Európa bajnokság, amihez ugye elég sok pénz kell, úgyhogy a szponzor hiányával egyelőre picit vissza van maradva. Idén is az volt a cél, hogy legalább két Európa Kupa futamra eljussak, de még sajnos még egyre se. Viszont még van egy esélyem, két hét múlva lesz Belgiumba az utolsó kupafutam, és hát én ebből szeretnék igazából megélni, mert ezt szeretem csinálni. Szeretnék egy ilyen mobil pályát építeni majd, és ilyen bemutatókat vállalni mindenféle rendezvényeken, klubokba, stb. Mennyire felel meg a szentgyörgyi terep? Milyenek a lehetőségek, hogyan lehet edzeni itt? Hát így maga a város az nagyon jó fel van építve erre a sportra. Sajnos az emberek ezt annyira még nem látják sportnak, inkább azt hiszik, hogy mi örökké játszunk, meg abban a téfitben vannak, hogy egy biciklivel össze lehet törni az aszfaltot, meg a betont. Én még most is azt tudom mondani, hogy máshol is elmondtam, hogy ha az a beton összetörik egy 80 kiló alatt, akkor nem mi vagyunk a hibások, hanem aki azt öntötte. A rendőrökkel is szokott baj lenni, most már azért egy picit ők is elnézőbbek, és remélem, hogy továbbra is fognak támogatni. A nemzetközi sikereken kívül azért láthattunk már téged a televízióban is, konkrétabban egy videóklipben és a romániai tehetségkutatóban. Ezt hogyan éled meg? Mik a tapasztalataid? Hát én egy picit nagyobb sikerre vártam. Nem úgy érte, hogy nem ismernek meg, meg stb., hanem itt szponzorálás, meg lehetőségek. Arra gondoltam, hogy azért ez a műsor az jó lesz arra, hogy több kaput kinyitson. Egy picit ezért csalódott vagyok, mert azért, hogyha összevetjük, hogy például egy külföldi ugyanilyen tehetségkutató után, akik részt vesznek, milyen lehetőséghez jutnak, és összevetjük az én lehetőségeimmel, még most is sajnos még nagyon le vagyunk maradva ettéren is.
De hát így nagyon jól éreztem magam, és szeretnék még minél többet szerepelni, úgy videoklipekben, mint tévéadásokban. Lássuk, mit hoz majd még a jövő. Hát reméljük, a Szitakötő műsor nyit egy kaput arra felé, hogy a szponzorok hallják Gabi szavait, és egy tehetséges fiúról van szó, akit érdemes támogatni. Gabi, mit üzennéd a szentgyörgyi háromszéki fiataloknak? Én azt üzeném a fiataloknak, hogyha van egy álmuk, azt ne adják fel, még akkor is, hogyha mindenki azt mondja, hogy lehetetlen, mert hogyha tényleg az az álmod, és hogyha ráfeszülsz, és tényleg meg akarod csinálni, akkor azt mondom, hogy bármit el lehet élni, pont még innen is. Nagyon szépen köszönjük, Gabi, hogy szántál ránk ennyi időt, és bejöttél, hangot adtál az ifjúsági sikereidnek, és attál, hoztál egy példát nekünk. Én is üzenem a fiataloknak, hogy szinte a semmiből, a jó hozzáállással és a célkütizéssel sok mindent el lehet érni. Gratulálunk még egyszer, és további sok sikert kívánunk álmaid megvalósulását. Köszönöm szépen. Sziasztok, Orbán Gabi vagyok, egy profi bringás, és hallgassátok a Szitakötő műsorát, a Friss FM-en.